Tegnap szemem elé akadt, szemem elé gördült kettő kép. És hát egyszerűen nem nyilvánítottam, tehát nem foglalkoztam ezekkel a dolgokkal egyáltalán, de ez most számomra annyira kiverte a biztosítékot nálam, hogy nem tudok szó nélkül elmenni mellette. Egyszerűen tombol a lelkem, és inkább azt mondom, hogy sír a lelkem, mert borzalmas, amivel itatják át az embereket. Az egyik ilyen dolog az az volt, hogy egy fotót láttam, ami valószínűleg TV híradóból lett kifényképezve, és az állt főcímnek, hogy Magyarországon elmarad az idén az influenza járvány. Na most, hát, tehát ez egy, nem is tudtam, nem is tudom, hogy először felnevettem, de aztán a sírás kapott el, mert tehát, hogy elmarad az influenza járvány. Hát egyszerűen szavakat nem is találok, hogy most így hirtelen fogja magát az influenza járvány, megijedt a Covid-tól, és visszafordult, visszabújt a házába, hogy ő most elmarad. Tehát így meggondolta magát, hogy elmarad az influenza járvány. Azt mutatta nekem a lélek, hogy miért marad el az influenza járvány. Azért marad el az influenza járvány, mert nem is létezett. Maga az influenza járvány sem létezett. Mint ahogy a COVID is egy létrehozott dolog, úgy az influenza, a sima influenza is az volt. És valószínűnek tartom, hogy amikor az influenzát kitalálták, és agymosták vele az embert, beetették vele az embert, már akkor tudták, hogy lesz ennek egy komolyabb változata. A COVID. És egyszerűen tehát beetették már akkor az agymos, tehát az már a COVID-ra való felkészítés már akkor elkezdődött, amikor magát az influenza járványt létrehozták. Ők már nagyon jól tudták, hogy ebből mit fognak csinálni. Tehát ez nem most kezdődött, ez egy az egybe leleplezi azt, hogy ez nem most kezdődött, tehát olyan nincs, hogy van egy járvány egy évvel ezelőtt, egész életünkben ezzel az influenza járvánnyal éltünk együtt, és most az megszűnik. Ő most úgy döntött, hogy elmarad. Elmarad, mert az emberek, a vezetők úgy döntöttek, hogy most már nem létezik influenza, és már nem létezik gyomorrontás, semmi nem létezik most már. Bármilyen betegséged van, bármilyen tüneted van, az már csak egy valami lehet, a COVID. Így emelik fel, így dicsőítik,
így imádják a Covidot, hogy minden más megszűnik körülötte. Nincs más betegség, csak egyedül a Covid. A másik dolog, ami aztán rögtön ezután jött kép, amit láttam, hogy hogyan reklámozzák a vakcinát Magyarországon. Óriás plakátokon van hirdetve egy óriási injekció, és benne különböző szavak, ilyen szófelhőben. Ilyen szavak, hogy érintések, ölelések, nyugodt álmok, iskolai kirándulások, szabadság, csókok, kézfogások, közös ünnepek, remény, arcok és biztonság. Ezt tartalmazza a vakcina, magyarul ezt reklámozza a média, hogy mindezt tartalmazza a vakcina, hogyha beadatja az ember. De rögtön jött bennem a kérdés, a lélek kérdezett tőlem egyből, hogy Jézus vajon azt mondta-e, hogy csak akkor öleld meg a másikat, csak akkor érintsd meg a másikat, csak akkor csókold meg a másikat, hogyha be vagy oltva, hogyha vakcinálva vagy. Nem, ő ugye oda ment a lepráshoz is, és mégsem lett semmi baja. Ezek a szavak, amik benne vannak a vakcinába, a vakcina reklámba, biztonság, remény, olyan szintre emelik fel a vakcinát, mintha a megváltó lenne, mintha eljöttne a megváltás a vakcinával. Mindent megkapsz. Nyugodtan lehet ölelni, nyugodtan lehet kezet fogni, közösen ünnepelni, menni, kirándulni, és nyugodtan aludni. Ráadásul ott van benne a remény. A remény és a biztonság, ami számomra egyszerűen sokkoló hatással volt. Tehát, hogy Pál apostol sem azt mondta, hogy a remény az majd a vakcinában lesz benne, hanem Jézus szavait idézte, és lélek által beszélt, és azt mondta, hogy megmarad a remény, és a szeretet, és a hit, akkor, hogyha Jézus Krisztust követjük. Számomra ez a kép, amit megláttam, hogy a vakcinába ez bele van. Bele vannak írva ezek a szavak. Egyértelműen azt a képet mutatta, tehát, hogy az Antikrisztusnak a képe, tehát, hogy már képben is megjelenik, képben is reklámozzák, képben is láthatjuk a hamis megváltót, azt, ami megváltja majd az emberiséget a vakcinával. És egyszerűen szinte, tehát ugye Jézusban is megtaláljuk, Jézusban adottak ezek a dolgok, a biztonság, a remény, a nyugodt alvás, az ölelések, az érintések, a család, a közös ünnepek, a szabadság,
Mindez Krisztusban adatott meg nekünk. Minden ő benne adatott meg nekünk. És most egyszerűen sírni tudnék, hogy látom, hogy az Antikrisztus képben is megjelenik, és hogy beteljesedik az írás. Ugyanazokat, amiket Krisztus ad nekünk, amit Krisztusban megtalálunk, ugyanazt hirdetik és reklámozzák most egy vakcinában, ami a világ pontjain ki van téve óriás plakátokon, hogy akár merre mész, te szembesüljél azzal, hogy megjött a megváltó, eljött a megváltó, magyarul az Antikrisztus, és megkapod vele együtt ezeket a dolgokat, csak azt elfelejtették oda tenni, hogy hamis dolgokat. Mert köszönöm szépen, én nem kérek azokból az érintésekből, nem kérek azokból az ölelésekből, és abból a reményből, biztonságból, és abból a szabadságból, amihez engedély kell, egy vakcina kell, egy méreg kell, hogy ezeket élvezhessem. Mert mindezek akkor egyértelműen hamis érintések, hamis ölelések, hamis remény és hamis biztonság és hamis szabadság. Iszonyatosan borzolta a kedélyeimet, a lelkemet, és bár nem foglalkoztam eddig sem ezekkel a dolgokkal, de most kellett, hogy szembesüljek és lássam ezeket a dolgokat, hogy ezek már képben is itt vannak, már képben is megjelent, és egyszerűen csak fohászkodni tudok, hogy mi lesz az emberekkel, és látom magam körül az embereket, akik úgy várják, ez körülöttem történik napról napra, kapják a telefont, hogy mehetnek oltatni, és örülnek, és majd kiugranak a bőrükből, annyira örülnek, mintha nem tudom, hány millió forintot kaptak volna, vagy éppen az szó szerint, mintha megváltották volna őket, érted? És szintén magam körül látom, tegnap is, és azelőtt is, és tudomásom van róla, és látom, mennek az emberek, rohannak, és beoltatják magukat. És két napig utána otthon fekszenek, mert betegek, vagy mennek a kórházba. Olyan ismerősöm is van, aki kórházba ment. Miután megkapta az oltást, két nap múlva a kórházba kellett mennie, mert a vérnyomása annyira kiugrott, és annyira rosszul lett. És ugye gyanakodnak az emberek, megkérdezik, hogy nem-e attól, és persze az egészségügy azt mondja, hogy nem, hát szó se lehet, olyanra ne is gondoljanak semmi, tehát semmi köze nincs hozzá, más dolog. Szóval borzalom, amit látok, és egyszerűen szakad meg a lelkem.